A Soroksár éjszakát bemutatja! Ultimate Madness a szerepjáték epizód! Résztvevők és karakterei! Reparat veterán zsoldos részegágen maszkos igazságosztó! Boszorkány orientált hetonista elmejátékos, aki fog, de mégsem! Karadzsú Isten papja, a csapat nyújtzatikó híve! Hitbuzgó abstinens overhívő, aki néha rájön, hogy paplova! Sérült lelkület és arcú erőszakos artus és szeretet! Ennyi játékos zsoldos felvadász, aki jövő héten már nem biztos, hogy tudja, ne! Sokolom mester! Mr. X! Úristen! Jó, elhúztok. Zabáltok, elvagytok. Corvin, Rick, mit csináltok? Masturbation, highest level? Hát leginkább elkezdünk készülni az összes iratot, jegyzetet, amit összeszedtünk a mestertől. Az is egy ládával, amit viszünk. Honnan veszel ládát? Ott van a láda, abban vannak a cuccok. De, azt, de az, azért az öregnek tudod mennyi cucca volt? Két ilyen ládányi körülbelül. Na, na, azt fogom a ládát, és az összes ilyen holokauszt, Jad, fogtam, és és mondom a lányoknak, hogy szépen, nőjesen helyezgessenek bele minden. 120 arany és 3 tele. Én látom, hogy te azt a 140-et. Legyen 130 és haverok maradunk. A 3 tevő legyen. Abba be, tehát a 130 benne a 3 teve. Hát 130 meg a 3 teve, ja. Jó, elkezdi leszámolni. Neked tényleg kifizeti a 120-at, ebből 100-at aranyba tűnök. Mennyit? 130-at, 30-at. Már kám is tényleg ezt kifizeti a 120-at. Már te is Jad vagy. Jad. Jó, kifizeti a 130 aranyat, ebből 120-at aranyba ad, a többit pedig reszli részben. Jó, a 3 tevét pedig az, hogy kivezetiteket a sátorból, elvisz titeket a teveárushoz, ott egy picit ott menni. Megdobott tevéket kaptam, a motorszámot gyorsan át kell ütni majd. A teve szám. Jó, gyorsan átégetik a billogot a tevéken. Azok kicsit büdösek lesznek, de erre nem adtok már ennyi kalandozás után. Igen, mert jó, te valahol nem büdös, szóval. Ez finom, parfüm teve. Jó. Hát egy olyan 3 átlagos tele, egy nagyon picit rosszabb tevéket kaptok. Tehát az 4 lábukon? Hát 4 láb is megy. Szóval, hogy nem fog meghalni 2 nap múlva. Igen. 3. Nem. És kérdik, hogy ilyen tevenyerget kértek-e rá? Igen. Hozzátartozik, mert ingyen van, akkor igen, ha nem, akkor nem, kösz. Jó, mit csináltok 3 tevével a reggeli piacon? Ne kikerüljük a piacot, hogy megmaradjon mind a 3 teve. Ellopják a tevét, hát azt nem veszik. Alulra vannak plusszerszámaid, meg ilyenek? Nem? Lószerszámok alapok vannak. Most már akarjátok hagyni a város, most nagyon szépen kérek neked, nem az egyre, hogy most szereljen teve szerszámot. Igen, meg most ne 3 maradjon múljon, hogy van egy pontáról. Ezt nem tudjuk, alapban vettük. De láttuk, hogy ezt a lovat is adta, érted, hogy van-e plusz teve szerszám, vagy valami. De azt a lovat úgy adta, hogy kinyírt egy nomádot és elvett. Összerúltott egy csomó teveszerszámot, mert ez dobja fel a paplomat. Ha a városon belüli tevegelésre megspórolnátok ezt a izét cuccot, akkor megértem. Egy több napos útra ne spóroljátok már meg, akkor nem 130, hanem 127 aranyatok van. A csak jól három arany. Egy arany, egy teve. Jó. Nagy lóz. Egy arany, egy teve. Két ezüstről indul, és akkor adunk 50 ezet a 3 ér. Oké. Megsérted a családomat. Jó, hát vannak ott, a piacon találtok teveszerszámárust, hogyha ott sétáltok. Meg is nézem, mennyibe kerül. Jó, igen. Na, veszünk 3 teveszerszámot. Jó, 3 arany. Vagy szar. Itt megnézem. Jó, legyen 2,5, és akkor az egyikben megkapjátok az égkövest. Nem tűnt my right. Gyertő, kantár, zabla, 15 rész, igajárom, 80 rész. Jó, ez toromba. 3 ezüst. Hol? Toromba? Ahogy itt, hát az átlagos, átlagos piac, Jad fővábros, vagy Jad város, jó, de, és ilyen tevékkel. Te veszerszem, tele van. De jó, de nem azt fogja mondani, mi a valódi ára, hát. Jó, akkor 3 és fél rész, de mit tudom én? Kapsz. 50 rezet a 3 ér, és rohadt nagy lelki vagyok. Te hülye vagy, nem nagy lelkű, édesfiam. Figyelj, hát, figyelj, akkor a családom ezt csinálja, most már évezredek óta. Nem veszük igénybe a szolgáltatásokat, köszönjük szépen. Az Ágrábor nyomatékosan mondta, hogy önök itt fognak pihenni. Nyomatékosan pihenni fogunk, esetleg egy kávéval tudnak erre felé. Milyen kávét kívánna, amit Ágrábor szokott fogyasztani? A kora reggeli kávét? Én nem egy hétig akarok itt aludni, csináljátok már valamit. Ne, ezt így mondja a szolgáló, Ágrábor, jó, közben Tiberius és Arakon visszatér a naponta mellé a 3 tevével. Ez ezt a kaputárt berendelte a városba, és mi tudjuk, hogy mikor érkezik és hova ez a kaputár. Kik hozzák pontosan?
azt pontosan nem tudjuk, hogy kik hozzák. Azt tudjuk, hogy hányan vannak. Neveket mondjak önnek, hogy mit vár el tőle. Mikor érkezik, ki hozza, de szakértőimmel társalogni. Leültet. Érzékélesítésül. Hát arról beszélnek, hogy mi az Isten ez a kaputár, mert neki fogalma nincs róla. Meg hogy a huri, azon van fogalma. Azt mondja a szakértő kollega, hogy ehhez valami név is kell, nem ez az idézéshez. Ezért gyűjtött le azokat a gyűrűket össze, amivel emlékszik, hogy beszélt. Kössünk egy alkut, mivel ha jól tudom, a králi testvérek is itt vannak a városban. Kössünk egy alkut. Kémeink jelentették, hogy a önök a králi testvérekkel úgymond szövetséget kötöttek. Nem. Mit keresek a krániak itt? Ugyanezt a tárgyat. Tehát a kalifátus... Mondhatni akár, hogy a kalifátus elleni bűncselekménye készülnek? Ezt így nem állítanám. De mondhatnám! Tudtunkkal ez a tárgy, ha már így belemegyünk az információkba, ha jól emlékszem, akkor ez a tárgy az önék volt. Ez nem bizonyított. Szegmensenként a gyorsaság fele méter. De én meg ráadásul hátra támadom. Fél hátulról, szóval plusz 15-öt kapsz. De a meglepetés erejével... De viszont a meglepetés erejével, úgyhogy az... Mert nem lepődik meg, ez egy harckézet fejlesz. Látja, hogy onnan... Vagy nem látja, de... Csak úgy, hogy onnan rohamozik, aki nem fog...